Visszatértem, ha bár ez már másnap. Hát, az előző részben láttátok szerintem, hogy mi történt. Röviden, tömören sírás lett a vége egy kicsit. De nem szeretnék olyan túlzottan rámenni erre, hogy mi történt, hogy történt. Hát... Szerintem menjünk dolgozni. Igazából Jir eléggé szomorú volt tegnap. Ugyebár bejött a... Volt csajának a... Igazából volt csajának a huga, és leszidott minket. Meglátjuk, hogy a mai munkanap azért úgy normálisabb lesz, vagy mindenki valószínűleg sajnálni fog. Ugye? Jó van. Csütörtök, december 22. Estét! Hogy vagy? Retteltesen érzem magam. Jó ötlet volt így bejönnöd. Minden okod megvan otthon maradni. Muszáj bejönnöm. Mindenmet eldobtam, hogy itt lehessek. Embereket taszítottam el csak azért, hogy élvezhessem az itteni szabadságom. A hülye szabadságom. Úgyhogy addig jövök, amíg meg nem halok. A bezárástól függetlenül. Még ha kihullik a hajam, akkor is. Te nézel ki hullának, nem a hajat hullik ki. Vörösek a szemeid. Igen? A te hajad meg szőrös. Hát az cool. Igen, ez így van. Ki volt az a barom, aki átvariálta a poharak sorrendjét? Én voltam, én mosogattam el tegnap, emlékszel? Ja, igen, én túlságos el voltam foglalva összeomló életemmel. Miért nem mész haza, Jill? Nem vagy olyan állapotban, hogy emberekkel foglalkozz. Menj haza, pihenj egy kicsit. Az ex-barátnőm meghalt. Én pedig nem tudtam elbúcsúzni tőle. Mindezt egy olyan veszekedés miatt, amit ennyi éven keresztül bántam, amiért bocsánatot akartam kérni, de nem tettem. Saját kezembe akartam venni a életemet, és biztosítani a szabadságom, ez vezetett ide. Egy instant pincérnő vagyok, aki eltávolodott a szereteitől, csak is önzősége miatt. Jill, ne ostorozz már magad, légy szíves. Figyelj, azért megesik az ilyen. Szerintem eléggé gyakran. Ha egy exeddel baromi jóba vagy és meghal, akkor... Érted? Egy veszekedés után már nem beszélgettek, és megy tovább a problematika. Semmi gond, Jill. Szóval rohadtul nem megyek sehova. Mindent eldobtam azért, hogy itt lehessek, úgyhogy maradok. Erre vágytam, ezért hagytam mindent magam mögött, ezért. Látod? Kezdesz úgy hangzani, mint egy lejárt lemez. Jaj, hagyj békén. Jobb, ha itt van, mintha otthon ülne egyedül. Hogy érzem magad, Jill? Mint egy semmire kellő hulladék. Abból is a lehető legalja, amit csak találsz. A paratkák undorodva tekintek rám, tudván, hogy jóval többet érnek nálam. Szellemes vagy, ez jó jel. Hol van az öleb? Az AKE-nél. Tudom, mit mondtam. Akárhogy is, hadd legyen csak Jill mérges, teljesen normális, hogy így érez.
Ráadásul itt olyanok veszik körül, akik törődnek vele. És ez sokkal jobb, mint ha egyedül lenne. Úgy értve lehet bármilyen okos fori, ő akkor is csak egy macska. Ez mondjuk igaz. Akkor miért nem maradhat Jill úgy, hogy nem szolgál fel? Ha nem megyek el, melyik részét nem érted? Nem azért hagytam mindenkit hátra, hogy ölbetett kézzel üljek. Oké. Mihez kezdünk, ha goromba lesz vendégekkel? Ezért vagy te itt. Jillian Pliskin. Kicsoda? Hé, Jill! Mi az? Az ürdámban leszek, de ha kell egy pihi, vagy egy ölelés, csak szólj. Oké. Ó, már tettél is be zenét? Érdekes egy nap lesz az. És még mindig ragyog a hősök csarnoka, túlárad a szaggol tacot érzek, várjuk ezt a kintről jön, mindegy. Csak ezt nem. Újra találkozunk, pincérnő! Virgilio, mit adhatok? Ma a szennyeződés úgy ragyogja be az utcákat, mint maga a csillagos égbolt lenne. Amikor pedig csillagokra gondolok, a hírességek jutnak az eszembe. És ők is meghalnak egyszer. Kedvenc halam pedig a polip. De a polip nem is hal. Egyébként várjál, a polip épp ki minek számít? Most ez érdekel. Minek számít a polip? Nem hal, ez fix. Valami élő lény, csak nem tudom milyennek. Csáposnak, nem tudom. Ez olyan fura. Virgil mindig hülyeségeket mond, kedvenc halam a polip. Hát, jó van. Szóval valami polipszerűt kérek. Nem fogod ezt a fura pincérkedős dolgot csinálni? Megvárom, míg értelmes emberi lényként rendel. Lemaradtam. Nyög már ki rendelését egy olyan emberhez méltóan, aki nem szorul orvosi ellátásra. Jól van, kérek egy fénylő csillagot. Fénylő csillag. Motyog, fénylő csillag, motyog. Sparkle Star. Ez nem igazán jó, hogy ilyen... Annyit berakok, hogy ne tudjon megszólalni. Látja? Nehezére esett. Te próbáltál már nyögve beszélni? Mérgesnek tűnsz. Nyögő pincérnő. Eljött a hónap azon napja, vagy mi? Nem? Csak nevetségesen te vagyok haraggal. Fájdalommal, önutálattal és... Belegondolva, nem is áll olyan messze a valóságtól, amit mondott. Engem is gyötörnek ilyenek, tudod, ilyen ciklusok. Tényleg. Múlt hónapban végre túljutottam a reneszánszomon, és beköszöntött a felvilágosodás. És én még azt hittem, végre mond valami komolyat. Arra célzó, hogy komolytalan vagyok? Nem én mondtam. Semmit nem ér ellenem a szúró szem. Én átszúrhatatlan vagyok. De ha megengedsz egy őszinte tanácsot. Tök mindegy, nem mintha segítene. Nem szabad ennyire gyötörnöd magad. Ha így folytatod, minden esély el fog veszni, hogy egy nap megbocsáss magadnak. Az önutálat csak betöltetetlen ürességet hagy maga után.
Ebben van egyébként valami. Szóval maga egyébként az utálat saját magaddal szemben kb. Semmit nem ér. És ebben van igazság. Semmit nem ér az önutálat. Ezt hozzátesz, szeretném tenni, hogy azért a önutálatban van egy olyan dolog, hogy felesleges. Abszolút a felesleges. Ha valaki ennyire utálja önmagát, ezt nem tudom, hogy hova teszi magát, de vannak azok az emberek, akik például súlyukat utálják. Benézik a tükörbe, és azt látják, hogy dagad disznó. Őszintén tudom magamról, hogy dagad vagyok. De régebben ezzel például voltak problematikáim, és rájöttem, hogy igazából, ha magamat utálom, elismerem azokat az embereket, akik rám néznek, és azt mondják, hogy dagadék. Nem. Normálisan kell felfogni az egészet, hogy adott esetben jól érezd magad. Tegyél azért, hogy jól érezd magad. Ne azokra emberekre hallgass, akik azt mondják, hogy dagadt vagy. Nem. Akár menj bele a buliba és mondd azt, hogy figyú, dagadt vagyok. Na és? Én így érzem magam jól. Ez így a normális szerintem, hogy elismerd a hibáidat. És hogy nem gyötröd ez miatt magadat, hogy bizony nem lehetsz tökéletes, mert semmelyik ember se tökéletes. Ez bármennyire hihetetlen. Nem csak te vagy az egyetlen, aki nem tökéletes, és ez szerintem baromira jó tanács mindenkinek, aki ezt meg tudja fogadni. Egyébként mindig szokták mondani, hogy én egy akkora energiabomba vagyok, tanács minden terén, hogy nagyon segítőkész vagyok ilyen téren. Meg szeretek egyébként sok embert bátorítani, még ha tudom is egyébként, hogy nem igazán szorul rá. Én mindig azt mondom, hogy mindig a kitartás a legfőbb dolog. Ki kell tartani amellett, hogy az adott dolgot, amit meg szeretné valósítani, mindenképp elérd. Még ha pénzt, időt kell rá, sajnálod, akkor is. Ha el akarod érni, akkor muszáj. Ez így megy. Na. Egyébként a mai menü, amit most iszok, az egy kis, hát, répalé. Ja. Csak hogy őszintében mondjam, hogy még ilyeket is szoktam inni. Nem csak kólát, minden ilyen furcsaságot. A ötlet csak betölthetetlen ürességet hagy maga után. Úgyhogy kérlek, tegyél ellene, ahelyett, hogy duzzognál. Megáll az ész! Ez félig meddig értelmesen hangzott. És én még azt gondoltam, maga csak egy fellegzős embeteg. Hé, a fellegzős embeteget is meg lehet érteni. Tényleg? Meséljen. Inkább nem. Mindjárt gondoltam. Kér még valamit? Láttad vala is, hogyan egy kínos érintést? Kínos érintést betolcs, tök mindegy. Imádom, mert egyébként pont nagy kontraszt van kettő karakter között, és most egy kicsit azért közel kerülhetünk Virgilióhoz, mint érzelmileg, hogy gyakorlatilag egy eléggé felemás embert tartnál elképzelni, és egyébként tud értelmes dolgot mondani. Ennek örülök egyébként. Jéggel keverve. Tessék. Aha, ez lesz az. Talán igaza van, és tényleg nem szabadna ennyire szigorúnak lennem magamhoz. Igazából aki magához szigorú, az tényleg nagyon nem veszi észre azt, hogy mennyi ember, mennyi lehetőség van körülötte, és valahogy elképesztő. De például vannak olyan emberek, akik azt nem veszik figyelembe, és ezt ki tudom emelni, hogy azt nem veszik figyelembe, hogy mennyi lehetőség van maga abban, hogy több emberrel legyél. De baromi sok van. Hát most például kivált képen lesz nem egy olyan végigjátszásom, ahol ténylegesen bonyolultabban fogok végigvinni játékokat. Ezt úgy kell venni, hogy neki fogunk majd látni, és akkor ilyen hosszabb végigjátszás lesz az egészben, mi meglátjuk, hogy meddig fog tartani. De majd
Meglátjuk, mindent meg lehet látni. Na mindeste, ne emésztünk magunkat. Sosem érdemes emészteni saját magunkat. Hiába érdemlem meg minden másodpercét. Ha bocsánatot kértem volna, talán nem érezném most ezt, most így magam. Ha talán, már nem is emlékszem, mi tartott vissza. Ennyi éven át. Pincérnő, elég fura arcokat vágsz. Büszkeség, félelem. Mi tartott vissza, hogy bocsánatot kérjek Lenórától? Basszus! Már arra nem emlékszem, milyen érzés tartott vissza attól, hogy rendezhessem a dolgokat. Legalább megnyugtatna, ha tudnám, mit taszított ebbe a helyzetbe. Remek, most már rosszabbul érzem magam, mert már azt sem tudom, milyen érzés tartott vissza. Basszus. De miért rágod magad ennyit, Jill? Figyelj! Jól vagy? Nincs, de hagyjuk békén egyelőre. Szia, Jill! Hogy? Jaj, hála égnek, egy normális ember. Áh! Anyám! Egy múmia. Anyád, de hát nincs gyermekem. Mi mindig normálisabb, mint ez a tökedütött. Hogy érzed magad, Szej? A csontjaim még mindig töröttek, de legalább vágások szépen gyógyulnak. Szerencsére nem vagyok könnyen megsérthető. Úgy értem, hogy nem hagynak nyomot a sebek. Probléma lenne, ha nehezen gyógyulnának. Veled mi történt? 2,5 emeletet zuhantam, és romokra érkeztem. De jobban festesz, mikor a legutóbbit jártál, úgy tűnik mindjárt összeomlasz érzelmileg. Az meg lehet. Most viszont te festesz úgy. Hogy is mondjam, olyan, mint amikor teljesen neveden szólítalak, csak durvább. Ja, ne is törődj vele, rossz paszban vagyok. Te kérted bármit. Kérlek, ne haragudj, ha hirtelen goromba leszek, akár veled, akár bárki mással. Kérsz valamit? Ma nem olyan érzékeny a nyelvem, úgyhogy kérnék egy sört. És maga? Micsoda a hangnemváltás? Nem, semmit sem kérek. Készítsünk egy sört. Beerman! Tessék! Íh, lássuk, van-e különbség a dobozos és a elközött. Na? Ez kevésbé érződik vizezetnek. Szóval, történt veled valami? Semmi nem történt velem, jól vagyok. Aki jól van, az nem így viselkedik. Ez igaz. Á, megvan. Megjöttek azok a napok. Mindenki azt hiszi, attól, hogy nőből vagyok, légy szívesen, ne gondoljunk már. Egyébként ez annyi egy gyakori kérdés. Ez szerintem egyik legbunkóbb kérdés a férfiaktól. De komolyan, megjöttek megint azok a napok. Figyelj már! Azért vannak határok. Vannak, mikor ráérzel, de szerintem baromira nincsen joga egy férfinek erre így rákérdeznie. Mondjuk te nő vagy. Szej, tőled ezt elvárom. De a másiktól nem vártam el. Virgilio, szégyeld el magad. De akkor is, ti vendégek vagytok, akkor se kéne így viselkednetek. Na mindegy. Ha eljött a hónap azon pontja, kisé duzzogó leszek. Nem jött meg. Nem? Elvesztettem valakit, oké? Ó! Sajnálom. Ne aggódj. Talán mégsem kellett volna ma bejönnöm. Nem is, én...
talán... Jól vagy? Próbálok valami jót mondani. Viccelni ízléstelen lenne, és azt sem mondhatom, hogy minden rendben lesz, mert az béna. Én nem tudom, mit tennék. Tehetnék. Bocsi. Érdekel valami fura. Ugyanúgy voltam vele, amikor Stella bejött hétfőn és rólad beszélt. Nos, hölgyém, én megyek. Virgilio. Igen. Épp egy valkű mellett ül. Igazán? Csodás. Ez nagyszerű. Bejegyzést fog eredményezni a vers blogomban. A vers blog... Mi? Vers blogomban. Szinte már bánt, hogy koromban voltam vele ma. De állandóan rejtélyesen adta le a rendeléseit minden ok nélkül. Mint Stella, amikor először itt járt. Igen, nem, mármint. Elég lett volna, ha adsz neki egy ingyen sört, vagy valamit, aztán bocsánatot kérsz. Igen, folyamatosan tönkreteszem a kapcsolataim. De tudod mit? Ismerősnek tűnt. Ismerősnek? Igen, bár nem tudom, hogy pontosan honnan, de úgy érzem, láttam már valahol. Á, mindegy, lehet, hogy csak valami reklámból hasonlított valakire. Szóval, mi járatban errefelé? Csak el akartam jönni Stellával, úgyhogy most rávárok. Aha, szóval Stellára vársz, az jó. Köszönöm, majd köztetek fogok szünetre menni. Miért itt? Hogy veled lehessek, mi másért? Muszáj, én bírlak. Jött eszembe, hogy reagált Stella, amikor megérkeztél. Megpofozott. Jó erősen. Nagyon fájt. Ez gyakori. Azt mondta, ezt azért jár, mert hagytad, hogy aggódjak. És ne nem hallgattál rám. De aztán felvidult. Ez szerintem a minimum. Amikor tényleg egy jó barátságot így is tudsz közölni, ez a legszebb egyébként. Szerintem. Mert mondjuk be, egy jó barátságnál mit kezdődik, hogy rám szól a haverom, hogy mi a helyzet. Megkérdeztem, kit vesztettél el? Nem akarlak ezzel terhelni. Csak vedd úgy, hogy rossz a kedvem, és hagyjuk ennyiben. Ó, oké. Egyébként csak úgy szólok, a rossz érzés kigya elkísérik az embert az élet útján. Minél többet, több időt telik el, attól az a sérülés nem fog ugyebár eltűnni. Ezt teszem hozzá. Ez ugyanúgy az életén átkíséri ez a sérülés egészen a legvégsőbb pillanatokig. De minél többet elfeledkezel arról a sérülésről, annál jobb lesz. És ez tényleg abszolút egy, megint túl bölcsnek tűnök, nem tanítani akarok, de ezt például ne értsétek, de szerintem ez így a látásmódom, hogy adott esetben, ha nem is akarsz nagyon felejteni, akkor is az a egyik legjobb megoldás. Hogy egy idő után úgyis felszívódik minden. Egy idő után mindenképpen valahogy így elfelejted ezt a sebet, és tovább lépsz, hogy több hasonló sebet szerezzél, de ezek a sebek el fognak egy idő után úgymondván kopni. Nem igazán fogod észrevenni őket, valahogy úgy hidegen hagynak. Ez olyan, mint egy égésnyomokkal lenne tele a tested egy része például. Minél több égésnyomod van, annál inkább kevésbé veszed észre. De eléred majd azt a kort, mikor majd ezekre a égésnyomokra igazából vidáman emlékszel vissza. Ezt édesapám mondogatja, mert nekik például meghalt egy régi barátja, és mondta, hogy az a barátja egyébként egy mocskos, állog, buzi köcsög volt, ezt így nyilatkozott. De most jön az érdekes rész, de a barátom volt. Bármit megtettem volna érte, bármit. Ordítottam vele, ő is ordított velem, de
de ő is megtett volna értem bármit. És ez a legszebb dolog, és nem igazából tudta azt mondani, hogy megbánta volna, mert ő úgy élte a életét, hogy semmit nem bán. És pont ezért volt egyébként édesapám egyébként nagyon jó fej. Én ezért bírom egyébként még mai napig is édesapámat. Tehát egy igazi példakép szemembe. Szerintem nagyon sok embernek a szemébe pont a saját szülei a példaképek, vagy egy olyan ember, akire tényleg föl tud nézni, és sokat alkotott előtte. Na de vissza a játékra. Bocsi, egy kicsit eltértem egyébként a kontextustól, de a felejtés az tényleg egy fontos dolog, még akkor is, ha nem igazán arra koncentrálunk. Ennyire tudsz tudni szeretnéd. Nem tehetek róla, nem szeretem, ha szomorú valaki, csak körülmények érdekelnek, a részletek nem. Egy lány, akinek valami csúnya dolgot vágtam fejéhez, elhunyt, mielőtt újra láthattam volna. Így jó? Igen, sajnálom. A tudat, hogy nem tudok segíteni, megnyugtat egy kicsit, de... Mármint nem, mintha nem akarnék segíteni, én csak... Értelek, ne aggódj. Nem tudok csak úgy ölbetett kézzel ülni ilyen helyzetekben. De megtanultam, hogy van, amikor egyszerűen nem tehetek semmit. És ez egy bizonyos szinten rendben is van. Még jó, hogy megtanultam, különben már évekkel ezelőtt belőrültem volna. Jó ember vagy, Szej. Á, csak egy idegesítő lány. De ha segíthetek, bármiben szólj. Igen, hogy a csontjaim töröttek, de a lelkem támaszt ettől még nyújthatok. Nem, lelktámaszt ettől még nyújthatok. Végül is várhatsz még egy... kérhetsz még egy italt. Tényleg? Ez az. Legyen így. Adj valami hideget, légy szíves. Rendben. Adjunk Szejnek valami jegget. Gondolom, ő az édeset, Bobisat, és a nőieset szereti. Na, hogy miért innen keresek nőies sugasztal? Jéggel vegyítünk. Tessék! Mondjuk elég hideg van kint. Igen, de nem szeretem a forró vagy a meleg italokat. Emeljek tőlük. Tudod, engem mi vidít fel? Mi? Az éneklés az is segít, ha már énekel. Te énekelsz? Mármint... Vettél órákat, vagy ilyesmi? Az a igazság, hogy a emberek szerint nincs szép hangom, de azt is mondták, hogy jól megy a harmonikázás. Szóval harmonikázol. Kellett valami, amivel Jó. Kellett valami, amivel légző gyakorlatokat végzek, a harmonika pedig jóval kisebb, mint a tuba. Elég gyakorlásra pedig bele lehet jönni. Ez most igencsak meglepett. Nem vagy vele egyedül, tudom, hogy nem tűnök egy zenész alkatnak. Én hegedültem egészen 16 éves koromig, azt hiszem. Tényleg? Tudsz rá játszani?
A hegedű anyukámnál maradt, szóval nincs nálam. De igen, valószínűleg tudnék. Az ilyet nem felejti el az ember csak úgy. Miért hagytad abba? Nem tudom, egy nap úgy éreztem, elég volt, mindenféle komolyabb indok nélkül. Pont mint én a főzéssel. Bár az is igaz, hogy majdnem felgyújtottam a lakásomat. Ez mondjuk egy eléggé komoly indok, hogy abba adjuk a főzést. Az a durva egyébként, most így lelövöm itt a sztorit. Én, mikor tanultam főzni, ez 10 éves koromtól kezdődött. Én akkor háromszor majdnem felgyújtottam a konyhát. És igazából egy idő után rájöttem, hogy minél inkább többet hibázok, annál többet tanulok, és ez is egy tök jó kis életút célkitűzések lennének, de ez is tényleg csak így magam hibájából, meg magam sztoriából tanulok mindig én is, hogy hú, valamit elbasztam, akkor ki kéne javítani, akkor kijavítom. Van rá időm, van rá lehetőségem, miért ne? Stella mikor jön? Most, hogy mondod, kicsit késik, megcsörgetem. Tégy úgy, én megyek szünetre, szólj Gilnek, hogy kérsz bármit. Rendben. Oké. És felkerültünk a Valhallába? Nem, csak... szeretem ezt mondani. Kicsit irigylem Stellát és Szeit. Oké, szerintem most cseréljük le összezenét. Valami kis metálosabbra, vagy valami dubstepesebbre. Ez jó, azt tudom. Nem. Jó lesz. Klub. Showtime lesz, nem? A segment, azt hiszem, azt vágom, melyik jöhet. Jöhet, mert olyan Heart of the City-t azt kedvelem. Nem. Jöhet? Nem, ezt inkább nem. Azt hittem, hogy az, amire gondolok, nem. Jó, jöhet. Skyline. Ez egy kocsi márka. Nem tudom egyébként. Nissan Skyline. Ennyit vágok. Nissannak a Skyline-ja, azt vágom. A Dust az jöhet. Dusk. Ó, jó, én szeretem egyébként, amikor zongoráznak mellettem. Hope, White, Remains. Ezt nem bírom berakni. Vagyok! Menjen! Vagyok! Úgy tűnik, menj nyugodtál. Én mindig utálom magam, efelől ne legyen kétséged. De talán lehiggadtam egy kicsit. Igaz, Szej ebben sokat segített, egyszerűen nem tudok mérges maradni, ha őt látom. Erről beszélve, hol vagy? Hol van? Azt hiszem, kiment ahhoz a Stella lányhoz. A mostani állapotodban inkább nem kéne megvédenem téged. Hé, az egyetlen, aki hátráltatott, az a törött karom, mentem már be lángoló épületbe 2 centi mély vágással. Igen, arra emlékszem, még 1 milliméter és lebénult a karod. Üdv! Hello Jill! Mi ez a kivét kit dolog? Ja, én kb. Stella, nem hivatalosan, és testőre vagyok, de most nem vagyok abban a állapotban, hogy elláthassam ezt a feladatot. Az apám ragaszkodik hozzá, hogy mindenhova védelemmel menjek, ezért legtöbbször csak megkérem Szejt, hogy van-e kedve eljönni velem. Különben is kaptam testőri kiképzést. És vele jobban is érzem magam. Szóval az a gorilla ott kint egy testőr?
Buster. Elég jó arc, hivatásos futballista volt, mielőtt elvesztette a lábát egy roncs derbiben. Mindig felajánljuk neki egy implementátumot a sok évi munkájáért, de állandóan visszautasítja. Hát hozzászokott a pótláphoz, amit használ, szóval talán így a legjobb. Egy vastag tölgyfaág vagy hozzá kötve egy fémtállal. És még így is lefut engem. Ez igaz. Kértek valamit? Én most nem. Egy Brandy Teet nagyot. Jó kedvem van. A Brandy Teet Stellának. Jó. Brandy Teet-nél. Nagyot kért, szóval... Igen, mindig elfelejtem, hogy ezt duplán lehet tölteni. Karmatrin élve keverve. Brandy Teet-né! Tessék! Ennyi év után sem értem, miért kis adagokban adják a legjobb és legdrágább dolgokat. Jártál már úgy étteremben, hogy csak kis adagot kaptál egy nagyon finom ételből? Néha egyszerűen teletömnéd magad valami nagyon olcsó kajával. Egyébként jó. Ebben van egyébként logika. Hú, még... Régebben testvérem esküvője után, most egyébként belemegyünk a sztoriban, nem tudom, hogy ki tudja, hogy minket elvittek egyébként vacsorázni az esküvő után, kiváltképpen egy hétre rá, inkább egy két hétre rá. Ez a két hét alatt mit csináltunk? Kapartunk sorsjegyet, ugyanis van a mennyasszonytánc, a mennyasszonytánchoz nálunk meg úgy működött még annó tájt, hogy... volt sorsjegy, és ugye be kellett rakni mindig egy dobozba, aminek volt egy ilyen teteje, és ez egy baromi nagy doboz volt, és akkor be lehetett dobni ugyebár sorsjegyet. Egyébként a dobozt, fun fact, édesapám meg én csináltuk, és berakták ugyebár mindenki a sorsjegyet, aki táncolni akart ugyebár mennyasszonnyal, és azokból a sorsjegyekből ugyebár szépen kapargattunk jó sokáig. Végül mindenkinek megfájdult a karja, és két év múlva kajálni mentünk. És emlékszem arra a momentumra, amikor már annyian fáj mindenkinek a karja, egyébként ott ülve, mert két héten keresztül azt a szart kellett kaparnunk. Nekem nyár volt, szóval szabadidőm azért volt bőven, de annyira fáj nekem is a karom, hogy így, én már úgy gondoltam, hogy már szája leszek, csak úgy értve, hogy nem használom a kezeimet, inkább csak szájjal így próbálom megpöckölni már a kaját, amely ott van. Egyébként bármi kis adagba adták. Ez így az érdekes. Szóval az a húsgombócot így kaptam, és így enni nagyon élvezetes volt, csak többen rám szóltak, hogy azért na, udvariasabban. Jó van, de nekem fájt azért a kezem. Na. Az egy vicces momentum volt. Számomra. Szerint dobjunk be... ezután pár hamburgert, nem fogadok el nemleges választ. Tudom én, mit értesz te a pár alatt. Ennyi erővel oda is telefonálhatnál, egy készítsenek elő mindent. Kérdeznek valamit? Persze. Miért ne? Hogy ismertétek meg egymást? Ez egy jó kérdés. Ez most érdekel. Még gyerekek voltunk, amikor Stella megjelent játszótéren, ahova jártam. Együtt játszottunk pár szó, aztán elkezdett egyre többet oda járni, és ennyi. Apám mesélte, hogy 5 évesen valami gyerekjátszótérre akartam járni. Kocsikáztunk egy kicsit, és azt tetszett meg, ahol éppen Szel is volt. Láttál már valahogy egy csinosan öltözött lányt sáros játszó téren?
De megtanulta a leckét, és elkezdett odaillőbb ruhákban megjelenni. Viszont azt jelentett... Viszont azt a jelentet sosem felejtem el. Pirult! Szóval életetek nagy részében ismertétek egymást. Hát, gyerekkori barátok. Ez egyébként szép dolog. Régebb óta ismerem, mint a saját apámat. Miért kérded? Csak úgy, annyira jól megvagytok együtt, bárki azt hinné, hogy jártok. Járunk? Hogy járunk? Mint együtt lennénk, szej. Ja, igen, már értem. Ez igazából azért vicces, mert elnyertük a legjobb pár Dúny díjat Stella Gimiében. Gúny díjat Stella Gimiében. Méghozzá 3 éven keresztül. Ezek szerint nem egy gimnáziumba jártatok. Értem. Neked nincsenek gyerekkori barátaid, Jill. Gyerekkori barátok, egy sem ugrik be, talán nagyapám. Ő milyen ember volt? Zord, az a fajta, aki nyers, borzson, gyökeret evett minden reggel. Megborzong. De mellette más volt. Emlékszem, hogy üvölt valamit apámnak, aztán meg hozzám fordul és kedvesen játszik velem. Amúgy érdekes, anyám édesapja volt, viszont miután szüleim elváltak, az apámmal maradt. Szóval igen, ő ugrik be, amikor gyerekkori barátokra gondolok. Ó, mondd Jill, mi ez a ragyogó fény? Egy fűszeres ital, elsőre finom, de egy idő után elég unalmas. És valamiért barna. Hát ja. Ez nem derült ki. Kérnék egyet, légy szíves. Én is. Már is. Kék ragyogó fény. Bloom light. A lányoknak. Bloom light. Ragyogó fény. Annyira értetlenül barna. Egyébként annyira bírom egyébként így a fogalmakat ebbe a játékba, hogy ez valami elképesztő. Élelve jéggel keverve. Na, ilyet még nem csináltam. Bloomlight. Delta por. Annyira félek, hogy elpaszom, de... Kész. Tessék. Nem is tudom, valahogy ízlik. Igen, de a harmadik után már homok íze van. Fűszeres homok, de ettől még homok. Ki ásít sötétedbe. Látom már ivott, mielőtt megérkeztem. Bruce biztos fáradt még. A banki incidens miatt. Banki incidens miatt? Elmesélt mindent, ami bent történt. Üsztén szólva kétlem, hogy én túléltem volna. Azt hiszem, hálával tartozom a nanogép kezelésnek, amint a fél lovag... Jó lesz ez. Azt hiszem, hálával tartozom a nanogép kezelésnek, amint a fehér lovakként keresztül ment kezelés. Elnyomja a traumát. Alapjába véve segít kigyógyulni a PTSD-ből. Lehet, hogy ez segít el Jillen, de én nem szeretnék ilyet. Minden fehér lovagnak kötelező egységtől függetlenül. Ó. De hiába a gyógyulás nem segít mindenen. 3 napra pokollá vált az a bank, szegény Szej pedig még mindig issza a levét.
A fejelovagok feloszlatása és azt az azt követő üldözések, ahol az egykori tagokat próbálták elkapni. Ez nem igazság, tudod? Az összes ember közül, akik saját céljaikra használták fel a fejlovagokat, Szej azon kevesek egyike volt, akik tényleg itt hitt az eredeti céljában. De legalább kifizetődött. Az az orvos látta el a sebeit, akinek Szej mindig segített a baleseteknél és vészhelyzeteknél. Teljesen ingyen ellátta őt. Biztos a sors keze. Maximálisan megérdemelte. De tudod, mindez ráébresztett, hogy talán nem vagyok jó ember. Miért? Amikor megláttam Szejt, ahogy sebesülten segítséget kért, valahogy boldog voltam. Ennyi idő után végre neki van szüksége én rám, nem pedig fordítva. Ez a segítségnyújtás embereknek egyébként ez egy olyan kétélű dolog. Én például kiváltképpen az a fajta ember vagyok, aki nem szereti elfogadni a segítséget. Nekem én így vagyok beprogramozva. Vegyétek ezt így. Ez egy furcsa tulajdonságom, még én magam sem értem igazán. Először éreztem úgy, hogy a hasznára lehetek. Milyen szomorú már ez. Néha legtöbbet azzal tud segíteni az ember, ha életben marad. Ki tudja, lehet, hogy ez a tudat tartotta életben, hogy visszatérjen hozzád. Az pedig szerintem nagyon is emberi, hogy néha ilyenekre is gondolsz. Lehet. Kész még valamit? Köszi, nem, igazából mennünk kéne. Gyere Szej, menjünk hamburgerért, aztán haza. Ja. Na, mi mentünk. Köszönöm, gyertek máskor is. Jobban vagy? Nem, csak már nem vett szét a dű. De még mindig söpredéknek érzem magam. Csak szép lassan. Kim. Hello! Á, Kim, szia! Féltem, hogy eltévedek, és máshol lyukadok ki. Mit adhatok? Egy napfény felhőt kérnék. Már is. Adjunk egy napfény felhőt Kimnek. Sunshine cloud, sunshine cloud. Az íze, mint a régi csokis tejnek, ami megtartotta illatát, néhányak szerint még karamell íze is van, keserű nőies lágy. Tessék! Köszi! És hogy megy a újságos munka? Ó, felmondtam. Wow! Hogy? Ja, bementem annak a soviniszta lócidázónak az irodájába, és közöltem, hogy felmondok. Miért tettél ilyet? Korán érkeztem a megbeszélésre, és szereztem valami megbízást. Órákon át dolgoztam rajta, csak azért, hogy aztán megjelenjen a többi ribanc és elrontsa. Ezek után már nem volt időm, a téma vezetőm pedig leszidott. Ezzel elszakadt a cérna, és kiléptem. Ó! Nem vagy bizonytalan. Nem vagy bizonytalan? Nem bántad meg? Az ember valamennyire mindig bizonytalan, még ha azt teszed, ami szeretnél, akkor is eszedbe juthat, hogy mi lett volna, ha.
de akkor is fizikailag belebetegedtem, minden reggelt gyűlöltem, majdnem meg is. Összefoglalva, nem tudom mihez kezdek, de mindenképp jobb lesz, mint ott lenni. Egyszerűen szabad vagyok. Szabad. Olyan nagyszerű érzés, tudod? Úgy érzem, végre találhatok valamit, ami érdekel. A nyílt szemhez nem megyek vissza, de máshol is lehetnek újságíró. Nem éreztem magam ilyen jól, nos még soha. Mi van a családoddal? Hát, nem örülnek neki. Apám jobban fogadta, de anyám finoman szólva kiakadt. Jöttek a mihez fogsz most kezdeni? Meg hasonló kérdésekkel. Egyébként ez egy annyira rossz szülői kérdések sorozata mindig, hogy így rákérdeznek, hogy és most mihez fog most kezdeni? Most mi lesz most veled? Most mi lesz akkor? Most mi lesz? Figyelj! Az ember bármit csinál, élni fog. Szóval... Váj! Miért kell ilyen kérdéseket föltenni, aminek nincsen egyértelmű célra tűnő válasza most jelenleg? Sose értettem ezt. De nem azért jöttem, adnál egy nagy italt, ha megkérlek. Miért? Nem is tudom, valami bubisat. Valami nagy bubisat. Jó. Hát, sőt, nem fogok neki adni. Mert azt tudom, hogy nem szeretné. Hát... Kobalt bársony. Na ez jó lesz. Egyébként rá lehet jönni, hogy melyik íz mit képvisel ilyen helyzetbe. Én nekem van egyébként strandogyanom, és most ezt így szeretném ezt így letisztázni, csak hogy tudjátok. A karmotrin, ugyebár az alkohol, az andrahid, az szerintem úgy az édes részét próbálja diktálni. A frangrid az a savanyú. Vagy fűszeres talán. Inkább a fűszeres. A delta por lesz szerintem, vagy a savanyú. Ez a Berson kivonat, ezt pedig nem tudom pontosan, de valamiért ez furcsábbakhoz való. Mindig. Nem akarom leitatni, de... Tessék. Ha igazat... Ha igazat mondanak tisztítószer reklámok, ez kitakarítja a gyomromat. Meg is öli a beleidet. Azt meg kell kérdeznem, hogy kerültél ahhoz a laphoz. Nincs különösebb oka, így léptem, amint befejeztem a gimnáziumot. Nem hagyhattam ki egy évet, szóval azt választottam, ami elsőre eszembe jutott. A robotikában nem tudtam belejönni, így maradt a újságírás. Hogy őszinte legyek, félúton ráuntam a munkára, de nem tudtam rávenni magam, hogy ott hagyjam. Túlságosan ragaszkodott hozzá a családom. Úgy tűnik, ezzel nem vagy egyedül. Neked is voltak ilyen nehézségeid? Ugyanezek, de én egyszerűen nem is foglalkoztam velük. Gimnáziumtól főiskoláig egyszer sem gondolkodtam el azon, hogy mit művelek. Aztán egy nap ponton úgy éreztem, kicsúszik a életem a kezeim közül. Hirtelen csak szabadságra vágytam egy kis pihenőre, hogy megálljak, és vegyek egy nagy levegőt. Szóval elgondolkoztál az életeden, és szabadságra vágytál. Igazából ez történt.
És egyébként most mondta az indokot azért, hogy miért szakított egyébként az exével. Ez úgy mondjuk érthető. És az egész életem gajra ment ettől a rohadt pihenőtől. Kérek egy valamit. Valamit. Bocsi, csak kiszáradtam, bármi jó lesz. Jó van, kére egy valamit szó szerint. Az valami. Akkor valami olyan kéne, aminek nincs annyi alkohol tartom, hogy tudjuk föltartani a beszélgetést az esetben. Ízét nem akarok adni neki, szóval promo italokat a stackrom. Előkelő italok, hát van nőies. Édes, könnyű és gyümölcsös. Tessék! Köszi! Egyébként direkt nagyot adtam neki, mert ez még így is kisalagnak szem. Úgy érzem, hogy olyat kérdeztem, amit nem szabadott volna. Elsőránc, nem vagyok a legjobb paszban. Most mihez kezdesz? Ősznél szóval nem tudom. De felszabadultnak érzem magam. Mintha bármire képes lennék azt tanulni, amit akarok, ott dolgozni, ahol akarok. Egyébként tényleg ez egy adottvető, alapvető dolog, amit így most elmondok nektek, és ezt ne felejtsétek, mert ez ténylegesen bárhol, ahol tudtok tanulni, tanulhattok. És ez egy akkora őszinte mondat, amennyire lehet. Szóval, amit akartok, akkor tanultok, amit csináltok, azt csináljátok, ezt bármikor meg tudjátok tenni, és bármiből tudtok tanulni, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ezért van az, hogy én például tökre elkezdhetnék épp ki iskolába járni, de pénzem nincsen. Szóval nekem ezt így valahogy ki kell satszolnom. De rengeteg lehetőség van, ami a tanulásra ösztönöz, mint alapvető ember. Például a munkájában megkérhetném, hogy rakjak át egy másik gépre. Átrakjuk egy másik gépre, és akkor ott is be kell tanulnom. Bár mondjuk már összes gépen voltam majdnem, szóval nem igazán kéne tanulnom, csak úgy odaraknának, hogy figyük el ott kisegítés. Nem lenne egy nagy veszélyes, de azért érdekesebb gondolni, hogy tanulni bárhol lehet. Bárhová elrakhatnak, bármit megtanulhatsz, bármilyen játékba is tanulhatsz igazából. Ha Minecraftozom, akkor is tanulsz, mert megtanulod gyibár a összetevőket, a recepteket. Ez az alapvető dolog. Mintha bármire képes lennék azt tanulni, amit akarok, ott dolgozni, ahol akarok. Tudom, hogy ez nem egészen így van, és hogy nem lesz könnyű, de sokkal magabiztosabbnak érzem magam, mint gimnázium végén. Még mindig nem értem, miért erőltetik rá ezt a kérdést egy gyerekre, aki alig ismeri a társadalmat. Egyébként tényleg, ez egy akkora fasság. Gyerekként ráerőltetnek, hogy melyik iskolába fogsz tovább tanulni, és hogy mit szeretnél lenni majd a fölnősz. Alapvető kérdések, amire a gyerek nem fogja tudni a választ, mert nincsen benne annyira a dolgokban. De most lehet azt mondani, hogy hát ha a külföldre akarsz kimenni, akkor nyelvet kell tanulnod. Jó van, és akkor azt mikor fogod megtanulni, mert alapvetően nem tudjuk. Ezért mondom, az iskola kicsit hülyén van megcsinálva, ugyis az életre nem tanít meg, de borzasztó módon nem tanít meg. Mert egy adott alapvető dolgot például nem mond el, hogy működik a társadalmunk, hogy miből épül föl, hogy tudnám munkát keresni, és ezeket nem tanítja meg. Gyere rá magadtól, hülye. Na, az úgy nagyon fasza. Az egyik legidegesítőbb dolog szerintem az iskolában ez. Hogy gyere rá mindenre magadtól, mert úgyis rá kell jönnöd. Most miért segítsünk? Úgyis rá fogsz jönni. Igaz. Elő vagy utóbb, biztos. Nos, a legjobbakat kívánom neked. A szellemi egészséged a legfontosabb. Köszi, szükségem volt a biztatásra. Gyere bármikor, ha kell még
bátorítás. Nem szeretnék magára hagyni senkit ilyen ügyben. Köszi, szia Jill! Kérlek, gyere legközelebb is! Megfogadhatnád a saját tanácsod. Tudom, tudom. Mára ennyi volt, pihenned kell. Jó. Édes! Á, Dorotti. Bocsi, de évzárunk. Tudom, érted jöttem. Értem. Miért ölelsz át? Én fizettem érte. Hogy a egész éjszakát át csináljam. Ez rosszul hangzik. Hogy mondod? Leegyszerűsítve, Dorotti hazamegy veled, és nem hagy egyedül. Mi a célod ezzel? Nos, először dődöt akartam csillapítani. Vagy egy öleléssel, vagy egy hideg vödörrel, amiben nem garantált, hogy lenne víz. Egy hideg vödörben, amiben nem garantált, hogy lenne víz. Jeget borítanál rám? Komolyan? Mintha egy kicsit lehigadtál volna, de őszintén szólva nem vagyok olyan hülye, hogy még egy éjjelre egyedül hagyjalak. Ha már nem, legalább megvilágosodsz a sok öleléstől, vagy valami. Ez valami egészen fura érvelés. Nem az, ölelésre, vagy van szükséged jó sokra. Szükséged van valami emberi, humanoid kapcsolatra. Eleget voltál egyedül, most az én szabályaim szerint játszunk. Kérlek, vigyázz rám! Jó van. Hazavittük Dorottit. Bevételek szépen gyűlik, italok. 1440, az faszom, hibák 0, jutalék 30, mai fizetés 432, borra való 250, hibátlan kiszolgálás 500, kényeztesd magad, vigyél valami szépet magadnak és Dorottinak. jó van. Megvan. Megvan 24-ére a dolg. Az áramdíj számla 24-én küldik ki. Kérjük addigra biztosítsd a szükséges 8000-et. Jill szeretné ünnepi hangulatba érezni magát. Egy maga karácsony fog segíteni neki összpontosítani. Legyen szép napod! Ki volt az a Lilim? Egy nagyon jó barátom. Oké, akkor nézzük meg a karácsony fát, hogy ez mennyibe kerül. Meg a karácsony fa. Ó, bazd meg! Bocsi, most a karácsony fa az nem járja. 8000-ben van, és hát az nem sok. Isztén pont kereken egy ezrest kéne összeszednem. Lehet, hogy meg kéne menni. Vegyük meg. Utána egy ezrest kell összeszednem, hogy ha hibátlanul megcsinálom a napot, akkor nincs gáz. Jó lesz ez. Na most már mindegy. Nyuszi. Rejtélyes üzeneteket kapnak a Lilimek. Kira Miki lenne a Quick a importálás. Mi? Quincy az importálás lehetőségét vizsgálja. Gixel város egyike a földön lévő kevés önfenntartó hely közül. Az import mértéke pedig csak 0,8%. Most ez megváltozhat. Köszönhetően a mostanában előforduló hiányoknak, amik az egész várost érintik. Quincy miniszterelnök ma reggel jelentette be, hogy kormány importálás szabályainak az enyhítését tervezi, nem töröljük el a valuta szabályzását, de a külföldi valutákat kínálhatjuk egy alacsonyan tartott áron, így megfizethető áron juthatunk hozzá létfontosságú cikkekhez, mondva a Quincy az nyílt szemnek.
Néhány szakértő szerint a privát cégek már nem dolgoznak teljes kapacitással, ami nem meglepő hír, mivel a Quincy kormány bekebelezte a legtöbbjüket, és elsősorban a hiányhoz is vezetett. Szóval így döntött, hogy nem lopja el a város pénzét, helyes? Aj, hogy nem lopja el a város pincét. Helyes. Kira Miki lenne a történelem legnagyobb pop bálványa? Ez valószínű. A világnak még mindig emésztenie kell, hogy milyen gyorsan váltak a lémek társadalom részévé. Néhányak szerint nem vehetők ember számba, mert ők életűek, és ezért nem értetik meg, milyen életben lenni. De Kira Miki rajongóinak többsége nem ért ezzel egyet. A Lili ellenes emberek őrültek, számomra Miki többet tud az életről, mint én magam, pedig öregebb vagyok, mint ez a vacak város. Mondta Richard Shaw 55. Várjunk. Ennyire egyébként izé lenne az egész. Fiatal ez a város. A nyílt szemnek egy rajongó gyűlésem. Egyet értek Richarddal, fűzte hozzá a Nakó 6. Aha. Lehet, hogy kutya vagyok, de teljesen oda vagyok ezért. Ahogy blogját vezeti, mindentől le van nyűgözve, én azt és azt, hogy miről szól az élet, valójában úgysem tudja senki. Aha. Rejtés üzenetet kapnak a lilimek. Halloween már rég elmúlt, de ez rémisztően ijesztő sztori csak most terjedt el. Többen jelentik, hogy a lilimek városszerte furcsa adásokat fognak, a üzenetek pedig jó esetben zavarosak, rosszabb esetben fenyegetőek. A tartalmuk tisztázatlan, mivel a legtöbb lilim nem emlékszik, hogy pontosan mit is hallott, de legkülönösebb talán maga a tény, miszerint a lilimek az egyik üzenetet sem tudták rögzíteni a sugárzás közben. Az eléggé furcsa mondjuk, mint ha valami megakadályozta volna őket ebben. Mivel még a saját lilimjeink sem rendelkeznek kézzelfogható bizonyítékokkal, ezért az üzenetek mögött húzódó rejtélyre kell figyelnünk tekintettel a biztonságunk jelenlegi aggasztó állapotaira. Aha, jó. Danger, veszélyes vélemények. Csirari, a szörny barátnő. Nem tudom abba hagyni ezt a játékot. Gyönyörű grafika, innovatív és addiktív harcrendszer, szórakoztató randis mini játékok, aranyos csajok. Az a rohadt zene, az lenne a MILF minden idők legfaszábbja. Aha. Nem tudom, szereted a MILF nőket. Hozzá fogok menni egy MILFhez. Nem rossz játék, legfeljebb 8/10. Szarjáték. Nem. Ez egy szarjáték idióta waifu botoknak, mint te. Bárcsak elhalna már ez a waifu rossz játék mém. Egyébként tényleg az, hogy miért kell ennyire büntetni a waifus játékokat, nem is értem. Ez egy hülye játék idiótáknak való, miről beszélünk. Megszálltak minket a normi emberek. Ha! Normik, takarodjatok. A szórakoztató dolgok szórakoztatnak. A videójátékok nem szórakoztathatnak.
De szórakoztatóak a videójátékok, ez tök mindegy, akárhogy nézem. Ezt nagyon sokan mondják, hogy a videójátékok nem szórakoztatóak, bármennyi éves vagy. Jó hangzik, kockáknak való. Lejtés üzletet kapnak a lilimek. Ijesztő. Vagy csak bluff. Pontosan. Nano kutya nem mond, hogy. Nako kutya. Ezt már olvastuk. És a veszélyes üzenetet, mert csak ezt elsőt olvastam. Jól hangzik, kockáknak való. Hát oké. Ma is tanultunk valamit. Én még egyszer mentem, mert az a biztos. És akkor szerintem ezzel én itt befejeztem ezt a részt. És akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz a következőbe. Én minden esetre reménykedek, hogy a karácsonyfán kívül a pénzünk az úgy el fog érni azt a határt. 1100-at kell elérnünk, ami nem sok, szóval meg lesz az, meg lesz az. Meg lassan karácsony, ünnepi hangulat azért valószínűleg meg lesz. Reménykedek egyébként, hogy kapok elég pénzt, így összességében. Egyébként fasza volt a játék. Most is megpróbáltam minket fölvidítani, ahogy gondoltam, hogy valahogy így fognak reagálni. Habár a végére nem számítottam, hogy a Lilim barátnőnk az itt fog nálunk éjszakázni. Mindenesetre én ennek örültem. De a következő részben majd folytatjuk, ami valószínűleg nem egyből lesz. El kell mennem itthonról, utána majd lehet, hogy lesz majd valamikor. Majd meglátjuk. Mindenesetre köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, találkozunk a következő részben. Adios!